Itt állunk és megtapasztalhatjuk, hogy milyen, amikor egy egyszeri alkalomból hagyomány lesz, ugyanis a második Random Shooting D-nek a kiállításán állunk és annak az árverésén, és itt is áll mellettem az eseménynek a főszervezője, apja, anyja, lelke, szíve, teste, Kocka, szervusz! Sziasztok! És itt áll az idei modellünk, amit a Petőfi TV prezentált, az pedig Csiti. Szia, Csiti! Sziasztok! Na, hát úgyhogy most így együtt vagyunk. Azt tudom mondani, Kocka, hogy kinőtte magát a rendezvény. Tavaly, amikor voltam, akkor még itt egy ilyen alteremben voltunk, és most azt hiszem megcsináltam, mondhatom azt a szerencsédet, mert már Csitivel viszont itt az Anker főtermében van a kiállítás és az árverés. Azért ez szerintem jelent valamit. Hát ez jelent valamit, de nem biztos, hogy a Csitinek köszönhető ez a dolog. Bár, de. Bár lehet, hogy intézkedtél ez ügyben, de az, az igazság, hogy itt egyébként egy slam bajnokság lett volna, csak most Európa bajnokság van Magyarországon, és ezért most átkerült egy másik helyre. Úgyhogy ez a mi máznink tulajdonképpen, hogy ebben a nagy helységbe át tudtuk helyezni ezt a kiállítást, mert szerintem most még többen lesznek, mint tavaly. Szerintem egy jó rendezvénynek, egy jó kezdeményezésnek mindig szerencséje is van, úgyhogy ez szerintem így van. Van kedvenc képed az idei felhozatalból? Hát az idei felhozatalból természetesen a Csitinek a képe tetszik a legjobban, hát kié másé tetszene, hát ez egyértelmű, hogy az én már ezt a választ tudom csak mondani, de nem egyébként igazániból ez a kép a kedvenc, amit a hátam mögött van. Ennek története van ennek a képnek, mert mi ezt úgy fotóztuk le, hogy elmentünk ki az utcára, és mondtam valami vicceset a Julinak, és akkor éppen beállította a gépét, a fotós is kattintott egyet, és az első fotó tulajdonképpen ez lett a legszebb. Fotóztunk még sokat, de hogy a Julinak is ezt tetszett a legjobban, mert közösen megszavaztuk, hogy ez az a kép, ami a könyvbe belekerül. És nem csak mint képet hoztad magaddal, hanem ez meghatározza a mai estének is a gyűjtési célját, hisz ha jól tudom, akkor a Fábián Júli alapítvány kapja majd meg a befolyt összeget. Így van egyébként ez a cél, tehát azért van ilyen központi helyen, mert ugye a Fábián Júli emlék alapítványnak a gyűjtése ez, úgymond, és hát minden képből befolyó összeg az alapítványnak fog menni. Csiti, milyen érzés volt részt venni ezen a Random Shooting Day-en? Azt tudom, hogy nekem mondjuk hatalmas, de én ilyen teljesen outsiderként érkeztem. Te neked viszont azért már van egy komoly modell múltat, tehát hogy te azért össze tudod hasonlítani, hogy melyik milyen. Én egyfelől pont ezért vártam, mert vártam egy ilyen rendkívül profi hangulatot, hogy egy kicsit így visszaráncson a régi modell életembe, és ez megtörtént, de az volt ebben a plusz érdekes, hogy olyan rendkívül jó hangulat volt már reggel, hogy lehetett érezni a rezgést, hogy ez nem egy egyszerű ilyen modellfotózás, hanem valami teljesen más, és pont ettől lettek egyébként jók a képek, hogy megvolt ez a kettősség, hogy egyszerre volt profi, és egyszer volt ilyen rendkívül jó hangulat a történet. Igen, szerintem az volt a jó, és szerintem te is azt érezted, hogy nem volt kényszer semmi, tehát hogy minden úgy sodródott, meg úgy megtörtént, és ezért ilyen szépek ezek a képek, mert nincs benne semmi megerőszakolása a dolgoknak. És ugye az a célja a kockáiknak, hogy kirángasson mindenkit a komfortzónából. Én vártam azt, hogy lesznek ilyen öltönyös képek, és akkor jó képüsködök, és nem, és teljesen más lett. És én reszkedtem, én féltem ettől a fotózástól, és amennyire féltem, annyira azt gondolom, hogy jól sikerült, és ezt látom egyébként akár a Járai Már képén, akár a Lábas Vikiékén, az összes képen ezt lehet látni. Gondolom, most pedig azért reszkedsz, hogy jó áron menjen el a képed, úgyhogy gondolom, hozod itt a beépített embereket, itt mindenkinek itt dobálja föl a kezét. Jó, az viszont az jellemző a rendezvényre, hogy ezeket a képeket csak ma este lehet látni itt, viszont ma este hányig? Tehát, hogyha valakinek egy éjszakai sétába kedve van eljönni az Anker felé és megnézni a képeket, meddig teheti meg? Meg lehet nézni a képeket, itt leszünk szerintem ilyen évfélig egyig, úgyhogy el lehet jönni. Az már nem biztos, hogy már tud vásárolni, ugyanis tavaly is másfél óra alatt elfogytak a képek, sorbaállás volt, szóval elképesztő volt ez az érzés számomra. És azt még gyorsan elmondanám, hogy az alapítványnak mi a célja, mert az a cél az, hogy olyan művészeket és zenészeket, vagy embereket támogassanak, akik esetleg hosszantartó betegség miatt, vagy bármilyen ok miatt nem tudnak dolgozni, és nem tudják fizetni a számláikat, és nem tudják fizetni az orvosi kezelést. Úgyhogy ez a cél, hogy ezért jöjjön el mindenki, hogy minél több pénz jusson nekik, és nagyon sok embernek tudjanak így segíteni. Köszönöm szépen nektek. Hát ennyi most innen a Random Shooting Day-ről, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha befejezte az Én vagyok itt, tett, akkor utána pattanjon föl, vegyen föl egy meleg pulcsit, és jöjjön ide, és nézze meg a képeket, és adakozzon Gyuliéknak.